A Pécsi tudomány Egyetem természettudományi karának földrajzi és földtudományi intézete és a Modern Geográfikus Alapítvány a Magyar Földrajzi Társaság támogatásával idén is megtartotta a Hungero Contest nevű angol nyelvű földrajzi tanulmányi versenyét. Ezen a megvédettetésen vett részt Szekeres Panna is, a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium tanulója. Alapvetően két részből áll, egy, áll, ez a verseny. Van egy uh, írásbeli és egy szóbeli része. Az írásbeli rész áll egy uh, térképezős feladatból, a, ahol fel kell mérni igazából az adott terület, uh, hát igen, a, az adott terepet, és ezzel kapcsolatban tesznek fel kérdéseket. Uh, a szóbeli részében pedig uh, tételeket uh, kell húzni, és azokról kell igazából beszámolni. Nagyon sokat készültem a versenyre, de nem gondoltam volna, hogy idáig el fogok igazából jutni. Úgyhogy meglepetésként ért. Panna az országos versenyen második helyezést ért el, így bekerült abba a négy főből álló magyar csapatba, ami majd a Nemzetközi Földrajzi Diákolimpián képviselheti hazánkat. Egészen átlános iskoláskorom óta nagyon imádtam a környezetet, főleg a földrajzot, ami az, az volt az, ami leginkább érdekelt, és hát elkezdtem versenyekre járni, és tizedikes koromban próbálkoztam meg először ezzel a versennyel, akkor még inkább kevesebb, mint több sikerrel, és most pedig sikerült elérni azt, hogy benne legyek ebben a magyar csapatban. Nagyon jó lenne, hogy ezzel foglalkozhatnék felnőtt koromban, és van egy ilyen terv is, de nem ez az elsődleges célom igazából. Alapvetően az itteni földrajzoktatás nagyban meghatározta azt, hogy én ezeken a versenyeken részt vegyek, és hogy ilyen lendülettel és, és odaadással foglalkozzak igazából a földrajzzal. Gruber László felkészítő tanár elmondta, nem mindennapi teljesítmény volt ez Pannától. A gimnáziumnak a mostani 216 éves történetében rajta kívül mindössze négy diák volt, aki hasonlóra eljutott. Kac tanár úr, ugye a, a, klasszikus, és tényleg a gimnázium arca, mint tanár, az ő fia jutott el fizikából. Informatikából volt egy diákunk, néhány évvel ezelőtt biológiából a Kozma Csabi. Aztán volt, hál' Istennek, még egy földrajzosom, a Steinármén, aki Moszkvába és Pekingbe is eljutott. Moszkvából ezüstérmet, Pekingből egy bronzérmet hozott haza, és Panna most a következő, aki szintén a Földrajz oltárán teljesített, és hát nagyon büszke vagyok rá. Különösképpen azért, mert óriási munkát fektetett bele, hihetetlen volt az a szorgalom és az alázat, amivel így együtt dolgozott, és, és ahogy hozzáállt a munkához. És azért egy dolgot ne felejtsünk el, mert más tollával én sem szeretek ékeskedni. Azért egy volt diákom, a Stein Armin, aki ugye kiváló eredményeket ért el ezen a versenyen néhány évvel ezelőtt, ő is beszállt a munkába, és ha őszinte akarok lenni, ő volt Pannának a fő segítsége, hiszen nálam sokkal jobban ismeri ezt a versenyt, főleg úgy, hogy külföldön is megjárta és a feladatait végigcsinálta, úgyhogy külön köszönet illeti őt is. És hát mondom Panna alázatát és szorgalmát, mert őrület. Én azt mondom, hogy ha lesz még egy olyan ember, aki fele ennyi energiát belefektet, akkor már belevághatunk. Én nagyon Vagyok rá. és ott is én már régen izgultam így egy verseny végén, meg verseny közben, úgyhogy mindig is bolondítottak, hogy vigyázzak a vérnyomásomra. Hát kellett rá vigyáznom tényleg, mert én szétizgultam az agyam, de még az eredményhirdetésen is leizzadtam egy az egyben. És hát amikor ugye kimondták az ötödiket, utána azért egy hatalmas tehereset lerólunk, de hát tényleg azt mondom, hogy, hogy határtalan volt az öröm az, ami az Ármin és az én arcomra kiült egyaránt. A több napos, angol nyelven zajló próbatétel összesen három részből állt, de itt nem a földrajzi és topográfiai ismeretekre, vagyis a lexikális tudásra kíváncsi a zsűri, hanem hogy hogyan tudja alkalmazni a megtanultakat a diák az életben. Annak idején, amikor még a Steinárminnal indultunk, hát én az első feladatsorokat így, miután megoldottuk és néztük a megoldó kulcsokat, hát én gyakran mondtam, hát mondom, ez hülyeség, ez így nem jó. Hát miért ez a válasz, miért így van? Nagyon sok benne a szubjektív válasz, az az igazság. Viszont ugyanakkor meg Sokkal kreatívabb, mint a magyar versenyek, és sokkal inkább rákérdeznek még jobban az összefüggésekre, illetve illetve egy kicsit komplexebben fogalmazzák meg talán ezeket. De ennek a versenynek is van teszt része, ami mondjuk így leegyszerűsítve a quiz nyelven szólva egy legyen ön is milliómos, ez a multimédiás teszt, négy válasz lehetőség, és abból ki kell egyet választani. Ez éri benne a legkevesebbet, 10%-ot. Viszont utána következik egy terepi feladat, ami kutya kemény, amikor egy város rész egy ismeretlen városrészbe kiküldik a diákokat, adott esetben, mivel a Pécsi Egyetem szer szervezte ugye ezt a versenyt. Pécs egy városrészre, amit előre ők nem tudnak, hogy hova fognak kerülni, ott kapnak egy órát, hogy bejárják, és utána abból kell neki készíteni egy ter területfejlesztési programot, illetve leírni az adott helyzetet. Ez iszonyatosan nehéz ilyet, abszolút nem tanítunk Magyarországon, úgyhogy erre panna, hetekig készült előtte, Bonyháddal kezdett, majd Szexárd, és a végén közösen Árminnal meg velem Pécset jártuk be. És ott próbáltuk ugye az adott területeket, speciális területeket megnézni, milyen társadalmi rétegek laknak ott, milyen mértékű a gentrifikáció, mit lehetne fejleszteni, mit lehetne esetleg eltüntetni onnan, milyen új beruházás lehetne ott, ezt neki kellett megfogalmazni. És azért én azt mondom, hogy 50 éves. Kor fölött is ezt nehéz megfogalmazni, de gondoljunk bele, hogy 18 évesen ez milyen nehéz, és a szóbeli tételeknél pedig hát az sem egy hagyományos, hogy vulkanizmus, földrengések vagy hasonló, ott az a legizgalmasabb rész benne talán, hogy most például ilyet kapott, hogy a, az enklávék és exklávék a világon, és azoknak a jellemzése, és ezen kívül pedig egy másik tételben a hulladék hasznosításról kellett beszélnie. Tehát abszolút nem klasszikus magyar tételek, mind a mellett, hogy Panna a magyar földrajzve, Versenyeken is, hál' Istennek számos dobogós helyezéssel rendelkezik, hát csak az idén van kétezüstérme, így az országos versenyeken is. Idén Párizs adott volna otthont a megmérettetésnek, de a koronavírus járvány miatt csak online módon rendezik meg a világversenyt.